Fogadjunk egy betonkeverőbe. Hazudtatok már valamelyik tanárotoknak. Milyen jó, nekem rengeteg betonkeverőm lesz. Nem tudom miért. Ebben azért is vagyok olyan biztos, mert azt szokták mondani, hogy minden hazugság előbb vagy utóbb kiderül. Minél később, annál nagyobb szó. És erre akkor jöttem rá, amikor 8. osztályba ismét kiszerettem volna egy témazáró alól bújni, azzal a szöveggel, hogy tanárnő, ne tessék haragudni, muszáj, én ezt ma megírjam. Sajnos tegnap meghalt a nagymamám, és nincs jól a lelkem. De hát Csongi, ebben az évben a negyedik nagymamád halt meg. Úgyhogy hajó lányok és srácok, én Csongi vagyok, és a mai videóban meg fogjuk nézni azt, hogy az emberek hogyan buktak le hazugság közben. Egyesek sokkal-sokkal durvábban, mint ahogy én ezt az előbb elmeséltem. De cuki. Au, néha megharap és nem igazán kellemes. Ami viszont nektek kellemes lehet, az nem más, mint hogyha még nem hallottatok volna a World of Warships-ről. Alapvetően ez egy csapatjáték, de akár egyedül is belekezhetsz a nyílt óceánon való hatalmas csatákba. Több mint 400 különböző történelmi hajóval, amelyeket lehet osztani 4 fő kategóriára. Vannak rombolók, cirkálók, ez magyarul hülyén hangzik. Csatahajók, illetve anyahajók is, amire le lehet szállni repülőgéppel. Mindegyiknek megvan az erőssége, páncélosabb, erősebb lövedékű, messzébrelő, gyorsabb. Úszik? A hajók amúgy úsznak? De komolyan, ezt hogy mondják helyesen? Szerintem mindenki megtalálja a kedvencét, és főként azoknak fog ez a játék tetszeni, akik szeretik az ilyen történelmi csatákat, alapból harcolni egymás ellen és végül nyerni, bár az nekem nem nagyon sikerül. És ami nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy ha még nem próbáltátok ki, akkor szerintem mindenféleképpen megérem próbált, hisz nincs amit veszítene vele, ingyenes játék, sőt a leírásban levő linken regisztráltok, ennek az együttműködésnek köszönhetően nem úgy indultok, mint egy átlagos játék, hanem kaptok egy ilyen csomagot, 200 doublon, ingyen 2 darab prémium hajót, amivel el is kezdhetitek a játékot, 20 kamuflázs, 2,5 millió kreditet, azaz PIS, illetve 7 nap prémiumot is, amivel elérhettek olyan szolgáltatásokat, ami egy átlagos játékos nem. Remélem, hogy hasznotokra válik és tetszeni fog a játék. Én pedig nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy tudok venni magamnak objektíveket, amiket előszeretettel összetörök. Nem is értem miért. Hé, Zsuzsa, szeretnéd visszakapni az oknyaidat? Az autómba felejtetted, miközben az én barátommal voltál. Basszus. Kapásból 2 dolgot nem értek. Miért pont a zokniát hagyta ott? Amúgy ez csak össze van gyűrve, de tiszta. Lehet nekem rossz a fantáziám, de egy autóban mit lehet csinálni, amihoz le kell venni az oknit? Vagy miért kell hozzá levenni az oknit? Jó, inkább hagyjuk. A második pedig az, csávó annyira gáz, hogy még nem is a saját autójával csalta meg a barátnőjét. Csongi, várj egy pillanat, tehát hogy lehet valakit megcsalni egy autóval? Hanem a barátnője autójában. Úristen, de gáz. Több mint valószínű, hogy ez az okni az már nem talál gazdát. Tehát, hogy a csaj biztos nem fog jelentkezni már csak büszkeségből sem. Az okni meg ki lesz dobva a kukába. Esküszöm, az okni csajnál a legjobban ebben a történetben. Na, de ez! Na, nem tudok mit mondani rá, tehát hogy ti is látjátok a képen, mi történik. Igen, Tinderen van egy kép a srácról, miközben fogja a feleségét meg a 2 gyerekét. Hogy lehet ilyen hülye? Nézzük a jó oldalát már, ha van, legalább őszinte és nem titkolja. Egyáltalán. De hogy úgy ez hogy történt meg, azt nem teljesen értem. De nem. Ez a videó nem ilyen egyszerű, hisz ismertek engem. Mert hogy mégiscsak lebukott, de nem csak a csávó, hanem a felesége is. Mert hogy Tinderen észrevette a nő, hogy a férje fent van. De akkor felteszem azt a kérdést, amit már valószínűleg ti is feltettetek. Mi a f*** esett ő is a Tinderen? Na, hát ez eleve egy romlott kapcsolat volt, a 2 gyereket sajnálom a legjobban. Azt mondta a barátnőm, hogy ha összegyűl 10 000 like, akkor újra összejöhetünk. Mi? Ennek mi értelme? Egyetlen logikus magyarázat az, hogy ha 10 000 like van rajta, akkor kb. Az összes ismerősen meg szinte mindenki fogja tudni azt, hogy mit csinál, de most akkor valakinek vagy azt mondta, hogy megbocsátasz neki, és még egyszer elhiszed azt, hogy már pedig nem fog megcsalni, de meg fog. Vagy akkor ne bocsáss meg neki, és hagyd a francba. Eléri rajta mind a 10 000 like-ot, sőt még többet is, és utána azt mondja neki a csaj, hogy nem bocsátok meg neked, bocsi. Az aztán a dupla szokás. Soha ne randízatok ezzel a csávóval, a legjobb barátnőmet csalta meg. Egyszerűen undorító egy ember, nagyon jól ismerem. Na várj csak egy pillanat, tehát nagyon jól ismerem. És biztos forrásokból tudod, hogy megcsalta a barátnőit? Azt hiszem, itt nem csak egy kapcsolat ment szét, hanem egy legjobb barátság is. Ennél viszont sokkal szomorúbb az a történet. Írt egy ilyen apró papír fecnire egy üzenetet, mint ahogy azt mi szoktuk az iskolában csinálni. Szerelmes leveleket, berakjuk a másik padjába, aztán sose kapunk választ. És odaadta a csávónak, hogy nézzem már bele a barátnője telefonjába, mert hogy elég érdekes üzeneteket ír, nem is egyetlen egy sráccal. Iiii, basszus, ez mennyire szomorú. Na most valamit szögezzünk le. Alapvetően szerintem meg kéne bízni annyira a másikban, hogy ne turkáljunk bele a telefonjába, mert higgyetek el, hogy ha valaki félre akar lépni, úgyis félre fog, tehát nem fogjátok tudni megakadályozni. Ez a szomorú, ki kell mondjam nektek, én is tapasztalatból mondom. Élvezni kell a kapcsolatnak minden pillanatát, aztán ha megy, akkor megy. Összetörjük a szívetek, azt kerestek majd egy másikat.
vagy nem. Ha bárkinek esetleg a barátja lenne, azt hallgattam 2 órán keresztül, hogy ő meg a haverja azon röhögnek, hogy minden hétvégén feljárnak megcsalni a barátnőiket. Szerintem ez nagyon gáz, remélem valaki megismeri őket. Ez a srác az nagyon nagy bajban lesz. Ugye 2 beszélgetnek, és csak 1 ember van a képen, ami mit jelent? Az egyik srácnak pipírnie kellett, úgyhogy elment a WC-re. Gyakorlatilag kimentette magát abból, hogy ő kerüljön ki erre a Facebook képre. Mi a tanulság? Hát az, hogy ha pisilni kell, akkor menjetek és ne hallgassátok. És akkor felmerül a kérdésben nem, hogy vajon miért lehet ez? Tehát miért történik ez? Miért nem mondják meg a másik csajnak, hogy figyelj, ennyi elég volt, köszi szépen, nekem nincs erre szükségem, és akkor utána mehetsz bulizni, és magadra húzhatod az összes fát az utcán, de azért megtartani valakit, hogy ne ülj a 2 cég közül a földre, szerintem embertelen, és ezt akár egy lány, akár egy fiú csinálja, tehát ez tök mindegy. Egyébként képzeljétek el, hogy én tudok valakit még gyerekkoromból, akinek jó, oké, még nagyon fiatalok voltunk, de egyszerre 3 barátnője volt, vagyis hát igazából 2, egy régebb óta, egy pár hetes, és még egy valaki, akivel majdnem összejött. Oké, akkor azért sokkal könnyebb volt az egész, mert nem volt internet nagyon, a telefonunkon meg főleg, de ugye egy kisvárosból jöttem, és nem értem meg mai napig, hogy volt akkora legenda a srác, hogy egyszerre majdnem 3 barátnője volt. Hogy a francban nem bukott le. Már csak ilyen teljesen egyszerű okokból, hogy nem keverte össze a 3 csaj nevét. Hogy mit kell tenni akkor, amikor rájöttök arra, hogy 4 éve vagytok együtt a barátotokkal, és már több mint 2-szer megcsalt titeket különböző lányokkal? Igen, az ott egy PlayStation. Szerintem a legjobb büntetés ilyenkor nem az, hogyha tönkreteszitek mondjuk a telefonját vagy gépét, mint hogy ezt egyszer egy ember mondta, az anyagi dolgokat idővel pótolni lehet. Nem, ezt most én mondom. Aki valakit megcsal, az saját magát írt a körbe. Ti meg legyetek okosabbak és hagyjátok az egészet, nem lesztek, higgyétek el, boldogabb attól, hogy tönkreteztek valamiért. Erre eszembe jutott egy személyes történet, ahol Messi 100%-ig biztos volt abban, hogy én biztos megcsaltam. Tudod, volt az az étterem, ott olyan finom volt a kaja, nem menjünk el meg? Erre így Messi. Micsoda, milyen étel? Melyik lányjal voltál te kajálni? És utána beugrott, hogy magóról voltam, csak olyan volt, mintha csak mentegetőznék, pedig tényleg nem, úgyhogy majdnem lebuktattam magam a semmiről. Na mindegy. Láttalak téged az M4-es metron vasárnap. Ha esetleg látod ezt az üzenetet, akkor kérek szépen írj rám. Nagyon helyes vagy. Aha, akkor tényleg képeket csináltál rólam. Köszönöm szépen, szerelmem. Hát ezt tiszta Pesten hallottam, ott szokták ezt kiírni, hogy láttalak, hogy nem tudom milyen buszon, rám mosolyogtál, kérlek írj már. Jó, mondjuk ez cuki, tehát ez a szépsége is úgymond a mai világnak, hogy az interneten szinte bárkit megtalál. Mikor mi ültünk a nagy haverok, és mindenki elmesélte, hogy hogy néz ki az a csaj, aki ugye a kiszemeltje, de nem tudtuk, hogy hogy hívják. Ezért végignyomoztuk az összes ismerősömnek, az ismerősének, a közös ismerősének, a lájkolójának a leányát. Hát, ha megtaláljuk Facebookon, mert ugye hát nem egyszerűbb oda menni a lányod és azt mondani, hogy ne haragudj, Csongi vagyok, most láttalak az utcán és gondoltam, elmondom, hogy tök jól nézel ki. Hú, ez nagyon gáz volt. Most már értem. Utálom ezt a kollégiumot, valamelyik srác megette az egyik csirkeszálnyomat, megpróbálta helyettesíteni, mintha nem venném észre. Esküszöm, én nem tudnék haragudni valakire, hogyha megeszi a csirkeszálnyomat, a cserébe van egy ennyi humorérzéke. Ez esküszöm jobb. Na hát, hogy a videó végére legalább van valaki, aki úgymond boldogan bukott le. Legalábbis nyilván nem örül annak, hogy megették a csirkeszárnyát, de nekem úgy annyira feldobta volna ez a napomat, hogy szárnyalnék az örömtől. Na, úgyhogy katok, remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornára. Így biztosan nem maradtok le a következő videókról. Kezd jobban lenni a lábam, úgyhogy majd hamarosan megint jönnek érdekesebb videók kint, meg van egy csomó ötletem, de nem akarom leszpoilerezni, úgyhogy nyomjatok egy lájkot, hogyha szeretnétek minél hamarabb. És akkor találkozunk a következő korra, nem maradhat ez nem más, mint az autója, meg hogy Instagramon kössetek be, úgyhogy halló! Köszönöm.